Az íjkészítés az mindig a megfelelő faanyag kiválasztásával kezdődik. Az egyik alkalmas faanyag az a juharfa, viszont nyilván nem ilyen nagy méretben, úgyhogy tovább kell keresnünk a megfelelő vastagságú faanyagot az íjakon. Az inak áztatása történik egy fehérje alakú anyagba, hogy az ink kilapítása után a rostok egyben maradjanak, és ne szálasodjanak szét, mivel az inakból lemez lesz, nem pedig rost. Középső rétege fa. Nagyon fontos, hogy milyen fa. Általában olyan fa típusok alkalmasak az íj középső részének, amik egyébként önmagukban törékenyek, nem lennének alkalmasak igazából egy sima faínak.
Teljesen rideg, de nagyon rugalmas fákat használok az íjakhoz. Ezeket mindenképpen kezelni kell valamilyen módon, ugyanúgy, mint ahogy a nyílleszőt, feszesebbé kell, rugalmasabbá kell tenni, mint ahogy a mai korban a karbon is egy ilyen rugalmas anyag. Ez egy kémiai eljárás, egy áztatásos, főzéses eljárás, de most mindenek előtt a famag elkészítését mutatjuk be. Háromféle fafajt használok. Az egyik az, amit általában mindenki ismer, az a juharfának valamelyik fajtája, tehát a juhar. A másik az a bodza. A harmadik pedig a kecskerágó. Hihetetlen, de a kecskerágó és a bodza is nagyon alkalmas az íj famagjának, de csak akkor, hogyha bizonyos kezelésnek vetjük alá. Mint említettem, az íj középső része ugye valamilyen fajta fa. Ezek olyan fák, amelyek önmagukban nem lennének alkalmasak íjkészítésre, mert túl lágyak és gyengék, vagy éppen túl törékenyek és idegek. Ez miatt egy kezelésre szólnak, megfőzzük ebbe az anyagba, és gyakorlatilag ettől hihetetlen erős lesz, ugyanakkor megőrzi a rugalmasságát, sőt a rugalmassága még megnő, sokkal erőteljesebb lesz a fa. És ebbe több órán keresztül kell főzni, amíg átalakul a fának a szerkezete, és kellőképpen feszes lesz. Gyakorlatilag így azokat a fákat is, mint a kecskerágó, vagy a bodza, vagy a mezeivar, olyan állapotba lehet hozni, hogy iszonyatos rugalmas, feszes íjat lehet belőle készíteni.
látható, hogy az in kikalapálás és kezelés után szép átlátszó lett, szép átlátszóra száradt meg. Ezután még kap egy fixálást, a fixálás azért van szükség, hogy az inba beleszívódott fehérje anyag ne legyen törékeny, miután megszáradt. Mindenképpen ezt a fehérje anyagot térhásítani kell, azaz fixálni, és ezt egy ilyen megfelelő anyagba lévő áztatással érjük el, egy pár hetes folyamat, ezt majd innen bemutatjuk. De látszik, hogy most szép áttetsző lett az in. Ebből készül majd az első inrétege a famagnak. Miután majd megtoldottuk, tehát ezt majd meghosszabbítjuk ezt az inat, megfelelő módon végtelenítjük. Tehát az inakat beáztattuk egy megfelelő anyagba, ez egy fehérje alapanyag egyébként. Na most ez a fehérje alapanyag, amikor megszárad, akkor törékenyé válik, és szükséges a fehérjék között egyfajta keresztkötés létrehozása, egyfajta fixálás. Ezt szintén egy megfelelő anyagban való áztatással érjük el, ez egy több hetes áztatási folyamat. Ezzel biztosítani fogjuk azt, hogy az in az ne legyen törékeny, hanem megőrizze azt a rugalmas jellegét, amire szükség van. Úgyhogy ez miatt ebbe az oldatba pihennek ezek az inak egy néhány hetet. Amikor az inak átmentek a fixáláson és újra megszáradtak, akkor valahogy egy hosszú inlemezt kell belőle csinálni, ami majd így fog kinézni. Ehhez az inakat végtelenítani kell. Ezt úgy lehet elérni, hogy az inak végén ezt az Y-szerű elágazást, ezt kikalapálom, rostokra szaggatom, tehát úgy, mint ezt. Az inat, néha betoldok egy ilyen kis rövid inszakaszt, néha pedig egymáshoz teszem ezeket az ívégeket, és akkor gyakorlatilag ezzel a módon, ahogy a többi inat is szoktuk végtelen hosszú szalaggá ragasztani, ezzel a módszerrel enyvezés után meg tudom hosszabbítani ezeket az in lemezeket, és gyakorlatilag egy bármi hosszú inszakaszt el tudok vele érni. A végeit megkalapáltam, és akkor szétszagadtam ilyen finomabb rostokra. Ezáltal, miután beenyveztem, meg lehet toldani ezeket az inlemezeket, és akkor egy hosszabb inlemezt fogunk kapni. Tehát a végét be kell áztatni az enyvbe. We'll be right back.
tehát gyakorlatilag amikor ez az ínlemez újra megszárad, akkor kerül rá az ínnak a külső felére, ez lesz az első indéteg, és ezután ezeket majd újabb indétek vagy indétegek követik. De fontos, hogy az első indétegnek ilyen lemezes szöveg kell lennie, mert ennek a lemeznek van kellő erőssége ahhoz, hogy a fa ne szakadjon meg később a használat során. Amikor készen van az ínlemez és megcsináltuk a megfelelő hosszúságban, akkor rá kell ragasztani az ínnak hát pontosan a favagnak a külső felére. Na most ez úgy történik, hogy először is megfelelő ragasztanyaggal kell bekenni az íjnak a famagját, és ugyanígy be kell kenni az íjnemezt is, és akkor ezután van rárakva átfedéssel. Ez az enyv egyébként, ez a ragasztó, ez nem a szokásos halenyv, ugyanis a halenyvel majd a befejező ínlemez fog készülni, illetve az indétek fog készülni. Ez egy fehérje alapú, hidegen is kötő ragasztó. Az első indétek az mindenképpen ínlemezből van, amit az előbbi említett módon készítettünk el. És miután beragasztóztam a famagot, és ugyanúgy az ínlemezt is, ezután rá kell tenni átfedéssel az íj famagjára. Most itt azért van így befaragva középen a markolatnál, mert ahogy átfedéssel ráteszem a két ínlemezt, így egy elég vastag lesz, és itt teljesen ki fogja tölteni ezt az árkot. Ezen kívül ez a kis kiemelkedő rész megakadályozza azt, hogy hajlítás során megcsúszol az ínlemez, ez megtámasztja, és nem engedi ez a kis bütyök megcsúszni az inat. Ezt mindjárt szemléltetjük, hogyha Szanda segít. Próbáld meg így lefogni itt ezt a ínlemezt, tedd el kezed, mind a két kezed. Kihúztam, ugye? Most figyelj, tegyük alá ezt a kis bütyköt. Ez a kis bütyök egyezik, vagy felel meg szemléltetésképpen ennek az íj markolatán lévő két kis bütyöknek. Tehát most ezt szemléltetjük. Fogd meg légy szíves, így fogd le, így az egyik kezeddel. Tedd el úgy, ahogy előbb. És megint ki akarom húzni, de nem tudom, ugye? Pontosan az miatt, mert ez a kicsi híd, ez a kis kiemelkedő kis bütyök, ez képes megtartani ezt a szalagot, tehát egyszer nem tudom róla lehúzni. Köszi. Szóval most nem kentem még, mert nyilván ezt be kellett ragasztóznom, de most így bemutatom, hogy ez gyakorlatilag hogyan is készül. És ugye fölmerülnek kérdés, hogy az egésznek mi az értelme, tehát mi az értelme ennek az ínlemeznek a szokásos innostos megoldással szemben. Egyrészt az innostos megoldás nincs kihagyva. Tehát a két-három indétek közül a befejező réteg az mindenképpen rostokra szakadott ín és halenyv keveréke. De azért fontos az ínlemez, mert az ínlemezzel nem áztatom nagyon az íj famagját meg, nem fog elvetemedni az íj, és van egy még fontosabb lényeges tulajdonsága, hogy hőre nem annyira érzékeny, és nedvességre nem annyira érzékeny ez az ínlemez, mivel ugye mutattuk, vagy beszéltünk róla, hogy az ínlemezbe egy ilyen fehérje alapú kötőanyagot tettünk bele, szivattunk bele, gyakorlatilag egy hasonló anyagot, és ezután, miután ez megszáradt, vagy valamennyire megszáradt, egy másik anyagba áztattuk azért, hogy a fehérjék között keresztkötéseket hozzunk létre, azaz a benne lévő fehérjék kötőanyagot fixáljuk.
több napi főzés után készül el az eny alapja. Ez többféle összetevőből áll. Nagyon fontos, hogy mik ezek az alapanyagok, hiszen ha nem a megfelelő alapanyagból kész, akkor az eny túl törékenyé válik, és az inréteg az tönkre mehet. Úgyis ugye ebből az enyből készül majd az utolsó inrétegnek a kötőanyaga. Úgyhogy ez lényegében most már készen van, és akkor amikor ez megvan, akkor kell összeönteni a tokhal hólyagból főzött enyvel. Ugye ez a vizának az úszóhólyagjából van csinálva. A víz a úszóhólyagja az így néz ki, kiszárított állapotban. Ezt be kell láztatni, akkor ilyen fehéres színe lesz, és ezután kell, nem is mondom, hogy megfőzni, hanem melegen tartani, és gyakorlatilag úgy jön ki belőle az a megfelelő kolloid anyag, amire nekünk szükségünk van. Egy hihetetlen erős ragasztó, de önmagába a halhólyagot nem alkalmazunk, a halhólyagenyvet, hanem a halhólyagenyvet és az alapenyvet öntjük össze, és gyakorlatilag a kettőből együtt készül a megfelelő enyv az inazáshoz. Most főzzük egybe a tokhalenyvet. A markolatra teszem rá a szarulemezt. A szarulemez az nem egy ilyen szilárd, rideg, száraz állapotba kerül rá az íra, hanem teljes mértékben ki van puhítva. Olyan lesz, mint a nyers bőr vagy a kocsonya. És tehát ez annyira puha gyakorlatilag, itt lehet látni, hogy ez már igazából túl puha is. Ez teljesen ki van lágyítva. És ennek köszönhető az, hogy fölveszi az íj falmagján lévő barázdáknak a formáját, sőt az egész domborúra faragott íj keresztmetszetét föl tudja venni, és azért lesz ilyen homorú formája igazából, ugye, mert az íj domború formáját fölveszi. Ez egy teljesen lágyított állapotba kerül rá. Ez viszont egy másfajta ragasztóra van szükség, amit előbb mutattunk, halenyv keveréket. A halenyv az igazából az inazás befejező részéhez kell. A szarulemez az ezzel a teljesen natúr ragasztóval ráragasztva. Egy hasonló oldatban van ez is kipuhítva, és gyakorlatilag ezért kompatibilis ezzel a szarulemezzel. Tehát lehet látni, ez ennyire képlékeny. Igazából ezzel a ragasztóval, ha én ezt bekenem, akkor iszonyatos erővel ez ide rá fog ragadni. Thank you.
a második réteg száradása után az íj kap egy harmadik réteget is, tehát az egész inazásos művelet megismétlődik, ugyanis összesen 3 réteg in van az íjon. Szóval elkészült végre az íj, sok-sok hónap munka után. Nagyon jól sikerült, szerintem nagyon szép lett. Ez szürke maraszarvat használtam a belső felére. És nincs beburkolva jelenleg semmivel, most hogy látszódjanak rajta az inak. Megnézzük, hogy milyen, fölajzunk. Picit bemelegítem az íjat.